Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A szezon legfontosabb 10 mérkőzése előtt áll a Hübner-Nyíregyháza Blue Sharks. A korábbi évekhez hasonló eredményeket vár a megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület új elnöke. Győzelemmel zárta az alapszakaszt, és a Bonyhád ellen folytatja a Nyíkcseszek Fibútor. Oszlánszky Lászlóról elnevezett asztali tenisztermet adtak át Tapagyon. Szombat délelőtt 30. alkalommal futhatnak a Nyuszival Nyíregyházán. A szezon legfontosabb 10 mérkőzése előtt áll a Hübner-Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák mindössze 2 győzelemmel az utolsó helyen zárták az alapszakaszt, így 5 másik együttes társaságában az alsóházi rájátszásban folytatják. Véget ért az alapszakasz, bár az utolsó meccsen kétszeri hosszabbításos meccset játszottak a cápák, maradt a 2 győzelem és 24 vereség. Ez a mérleg azért gondolom, hogy aminél lényegesen jobb lehetett számítani, vagy számítottatok a bajnokság kezdetekor. Egyértelmű, bár kár visszatekinteni arra az időszakra, hiszen egy teljesen új csapattal álltunk neki a bajnokság második felének, több légióst is cseréltünk, voltak távozók, voltak érkezők, és ugye vezetőedző poszton is váltás történt. 2 győzelmet sikerült szerezni ebbe az összeállításba, amivel azért nem lehetünk elégedettek. Elég sokáig még volt matematikai esélyünk, hogy meg tudjuk előzni esetlegesen a Honvédot vagy a Szegeret, de nem sikerült. Viszont úgy kezdett összeállni a csapat, amit szerettem volna én is, illetve a szakmai stáb látni az utolsó mérkőzésekre, de sajnos ez nem párosult győzelemmel. Hiába vezettünk Zalaegerszegen 17 ponttal, hiába vezettünk 20 ponttal Szegeden, illetve hiába játszottunk kétszeres hosszabbítás Sopronnal, nem sikerült nyernünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy most már csak a győzelem hiányzik. Ez az utolsó 10 meccs pontosan alkalmas arra, hogy hozzuk azt, amit várnak tőlünk. Alaposan átalakult a csapat, említetted, több poszton voltak érkezők, voltak távozók értelemszerűen. Most úgy nagyjából ezelőtt a mindent eldöntő 10 meccs előtt, hogy látod, helyén van mindenki? Úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy egészségesek maradjunk. Ugye a Sopron ellen is -1 légióssal tudtunk fölállni. Erik Kopsznak volt egy influenza megbetegedés, amiből most kezd kijönni, illetve Pipirász is megsérült a 3. negyedben. Hál' Istennek az ő sérülése sem komoly, úgyhogy a mai holnapi nappal már teljes fedélzettel, teljes játékos állománnyal tudunk edzeni. A legfontosabb, még egyszer mondom, hogy maradjunk egészségesek, és ez a keret, ami már adott, és nem fog változni, hiszen ilyenkor már nincs lehetőség semmilyen változtatásra. Azért hoztuk meg ezeket a cseréket, mert úgy gondoljuk, hogy jobb lett tőle a csapat. Én azt gondolom, hogy ezt bizonyítottuk is, de most már bizony nyerni kell. Hogy látod, hisznek magukban a játékosok, mert azért egy-egy győzelem, ha másért nem is azért, hogy visszaigazolja, hogy az a munka, amit elvégeznek, jó és értékes. Igen, itt a legnagyobb probléma az, hogy nagyon nehéz elhitetni velük, illetve nagyon nehéz nekik is elhinni, hogy meg tudják nyerni a meccseket, hiába vezetünk majdnem 20 ponttal, ha nem mi nyerjük a végén. Mi a vezetőség, én is személy szerint próbálok a lehető legtöbb terhet levenni a játékosok válláról, próbálom egy kicsit felvidítani őket, próbálunk egy kis csapatépítővel segíteni, hogy esetlegesen mi is hozzájáruljunk még, de más nagyon már nem tudunk csinálni, a játékosoknak kell önmagukban rendet tenni ezt a dolgot, viszont én azt érzem, hogy mindenki érzi a felelősséget, és mindenki egy hajóba nevez, és egy célért küzd, senki nem lóg ki a csapaton belül, legyen az légiós magyar szakmai stáb tagja, vagy akárki. Úgyhogy ezt többször el is mondtam nekik, de látom, hogy jó a visszacsatolás, hogy egyértelmű a célja mindenkinek a bennmaradás. Az eddigi eredményeket törölték, ugye, a 6 csapat 6-5-4-3 2-1 ponttal rendelkezik most. Van-e prioritás az ellenfeleket illetően, vagy pedig itt ezek közül a csapatok közül már akár idegenben, akár itthon bárkit meg lehet verni? Én úgy vélem, hogy nem véletlen a tabella, és nem hazudik a tabella, ez az alsó 6 csapat, ez a leggyengébb 6 csapat a mezőnyben. Értelemszerűen egy picit kimagaslik belőle a 9.-10., de nem mondanám azt akár egy Paksra, akár egy Kaposvárra, hogy verhetetlenek, hiszen láttuk, hogy milyen mérkőzéseket játszottunk velük, 5 ponton belüli vereséget szenvedtünk többször is, és nem tudnék prioritást mondani. Persze a Honvéd az, aki a legfőbb ellenlábasunk ebbe, hiszen ők vannak egy győzelemnyire tőlünk, viszont mindenki ellen úgy kell kimenni a pályára, nyerni kell, és ha matematikailag 10 meccsből 5-öt megnyerünk, akkor azt gondolom, hogy sikerülhet a bennmaradás, de ehhez kell a többi csapat is. Viszont nekünk minden mérkőzést meg kell nyerni ahhoz, hogy a végén elérjük a céljunkat.
A játéknapok már megvannak, de még tart az időpont egyeztetés. Mi az, ami biztos, mit lehet tudni, hol kezdünk? Az a biztos, hogy most húsvétig nem történik mérkőzés. Húsvét utáni szerdán van kiírva idegenbeli mérkőzésünk. A pontos időpontok még nem ismertek, hiszen megy az egyeztetés a csapatok között. Azt el lehet mondani, hogy két idegenbeli mérkőzéssel kezdünk, melyet két hazai követ. Mint mondtam, minden egyes mérkőzés nagyon fontos. Vélhetően a Paks-Szeged kombinációval fogunk idegenbe játszani. Majd érkezik hozzánk a Honvéd, illetve a Kaposvár. Aztán megyünk Oroszlányba, úgyhogy fel kell kötni a gatyát, és nekik kell állni kőkeményen ezeknek a mérkőzéseknek. A megyei kupa harmadik fordulójában lép pályára április 19-én 8 futballcsapat. A 4 győztes felkerül a Magyar Kupa országos főtáblájára, de a vesztesek is tovább játszanak, közülük ketten csatlakoznak a továbbjutókhoz. A megyei kupa harmadik fordulójának párosítását készítettük el. Ugye nyílt sorsolás, ez nálunk már megszokott. Ez azt jelenti, hogy a versenybizottság, amikor elkészíti a sorsolást, akkor valamennyi résztvevő egyesület képviselheti magát. Most ugye 8 csapat volt még versenyben, 3 egyesülettől volt itt a helyszínen képviselő, láthatta, hogy minden rendben zajlott a sorsolásnál. Olyan szerencsésen vagy véletlenül alakult a sorsolás, hogy a megye 2-es csapatok fogadják a megye 1-est, ugye 4 megye másodosztályú és 4 első osztályú csapat van még versenyben. Április 19-e lesz a játéknap. És itt ugye a tét, az országos főtáblára jutás. Idén is 6 egyesületet adhat fel megyénk az országos főtáblára a kupában. Ez azt jelenti, hogy aki most a negyeddöntőbe győztes lesz, az a 4 csapat már biztos, hogy főtáblán lesz, és még a 4 vesztes közül is 2 felkerülhet, tehát lesz mindenféleképpen a 4. forduló is a megyei kupába, illetve természetesen idén is meg szeretnénk rendezni a megyei kupa döntőket, így a 4 továbbjutó csapat is fog még egy kört játszani, hogy aztán maradjon 2, aki ezért a megyei kupa serlegért megküzd. Minden korosztályban, minden szinten elindultak már a tavaszi pontvadászatok? Így van, a fiú korosztályoktól az U14-től kezdve U16 ifjúsági bajnokság, a lányoknál is elindult a pontvadászat, valamint az öreg fiúk bajnokság is az elmúlt szombaton már Tiszavasváriban kezdetét vette. Ugye van még egy fontos időpont így áprilisban, az amatőr licenszek. Lehet benyújtani. Pontosan, sőt kell is, tehát aki a 2023-24-es szezonban NB3-as bajnokságban vagy megyei első osztályi bajnokságban szeretne indulni, neki április 10-ig kell benyújtani az amatőr licenszet. Aki megyei első osztályban szeretne indulni, az adott megyei igazgatóságra kell, hogy benyújtsa április 10-ig, aki NB3-ban, az pedig az MLS felé kell, hogy jelezze a szándékát, hiszen ugye meg kell felelni bizonyos kritériumoknak, úgyhogy április 10-ig várjuk azokat a csapatoknak a licenc feltöltését, akik a következő szezonban is a megyei élvonalba szeretnének indulni, illetve akik ott vannak a megyei élvonal elején, reméljük, hogy minél többen gondolják úgy, hogy adott esetben, hogyha úgy végeznek, akkor az NB3-as bajnokságot megpróbálnák, még akkor is, hogyha ebben az évben is ugye osztályozót kell majd játszani a megyei egyes bajnokoknak, ahhoz, hogy az NB3-ba játszassanak. Volt egy játékvezetői tanfolyam a téli időszakban, milyen sikerrel? A szokásos létszámmal indult a tanfolyam, ami talán érdekes volt, és az elmúlt évektől eltérő, hogy szinte ugyanannyian be is fejezték, és a közel 30 hallgató levizsgázott, sikeresen levizsgázott, és közülük olyan 20 környékén be is kapcsolódtak az elmúlt hetekben a megyei vérkeringésbe, úgyhogy reméljük, hogy egy jó pár játékvezető azért hosszú évekig meg fog maradni, és szeretne majd a megyei labdarúgásban tevékenykedni. Természetesen ilyenkor ugye a legalacsonyabb osztályban és az utánpótlás korosztályokban kezdik a megyei játékvezetői működésüket, úgyhogy bízok benne, hogy minél többen megmaradnak itt a megyében. Ha már játékvezetés, milyenek az eddigi tapasztalatok tavasszal, különösebb rendbontások nélkül mennek a meccsek? Mondjuk azt, hogy igen, bár pont most az elmúlt hétvégén volt egy félbeszakadt mérkőzésünk, a találkozó, egy megye harmadosztályú találkozó a rétközcsoportban a 30. percben félbeszakadt. Vannak itt mennemondák, de igazából hála jó Istennek ütésváltás nem történt, csak egyszerűen a hangulat olyan volt, hogy a játékvezető nem érezte biztonságban magát és a kollégáit, úgyhogy berekesztette a találkozót. Egyébként egyéb tömegjelenet probléma egyelőre még nincs, de ugye mindig április-május szokott az lenni, amikor élesedik a helyzet, amikor a megyei első osztályban a bajnoki címért harcolnak, ugye most is azért több csapat szeretne bajnok lenni, tehát azért nagy harc várható, a kiesésért szintén nagy harc várható, a másodosztályban a feljutásért, kiesésért szintén nagy harc várható, és bizony most úgy van, ahogy így halljuk, meg az információkat azért beszedjük, hogy a megye harmadosztályban is minden csoportban szeretne valaki feljutni. Tehát azért ilyen is ritkán volt, hogy minden megye harmadosztályú csoportban van, aki bajnok akar lenni, nem csak azért, hogy első legyen, hanem hogy magasabb szinten is szeretne szerepelni. Úgyhogy várható, hogy sajnos április második felére, májusra azért élesedik a helyzet, de hát bízok benne, hogy azért a legtöbben a labdarúgópályán tényleg futballozni szeretnének, és nem a problémák, nem a gondok, nem a balhék miatt játszanak.
azt szeretné, ha korábban megszokott eredményeket érnék el az országos döntőkben a vármegye képviselői, mondta a televíziónknak Székely Tibor, a megyei Diásport és Szabadidő Egyesület új elnöke. Általános és konkrét célokat tudok megfogalmazni. Általános célként én szeretném megőrizni a diák olimpiai rendszerben a megyének, a vármegyének az eddig elért és elismert helyét, szerepét. Rendkívül sok versenyző diákunk van, kb. 13-14 ezer közé tehető azoknak a sportolóknak a száma, akik a diák olimpiai rendszerben versenyeznek. Ehhez igazadóan a felkészítő tanárok is szép számmal vannak jelen ebben a szervezetrendszerben. Én úgy gondolom, hogy eddig is nagyon jó eredményeket értek el, és nagyon remélem, hogy ez a jövőben is így lesz. Ehhez az Egyesület mindenféle ösztönzést és mindenféle lehetőséget próbál biztosítani és megadni. Ami a konkrét célokat illeti, itt két dolgot szeretnék megemlíteni. Egyrészt idénre már próbálunk országos elődöntőt megszerezni, amikor a megyei versenyeknek vége, ezután lehet arról beszélni, hogy milyen elődöntőt lehet hozni a vármegyébe, illetve június körül lehet pályázni már a jövő évi országos döntők megrendezésére, tekintettel arra, hogy az elmúlt években a vármegyében több jó eredménnyel és jó szervezéssel megvalósult ilyen jellegű rendezvény volt. Én úgy gondolom, hogy legalább egy, de talán két országos döntőt is tudunk pályázni jövőre. Ugye a Covid miatt volt két olyan év, amikor gyakorlatilag az egyikben csonka volt a diák olimpia, és a másikban teljesen el is maradt. Tavaly már végigment a versenyrendszer, viszont létszámban kevesebb induló volt. Most hogy néz ki ez a 22-23-as tanév diák olimpiai év, milyen létszámban indulnak a versenyzők? Ahogyan az előbb is említettem, egy olyan 13-14 ezer közé tehető a versenyzők száma. Nagyon örülünk annak, hogy a rendszerből korábban kikerült sportágakat sikerült visszaemelni ebbe a rendszerbe. Itt meg kell említeni az atlétika egyéni és pályabajnokságot, illetve a 4, 5 és 6. korcsoportos labdarúgást. A sportágokat nézzük, ugye az elmúlt években voltak olyan sportágok megyei szinten, amelyek kiemelkedően szerepeltek, húzó sportágnak számítottak, gondolok itt a röplabdára, adott esetben labdarúgásban, az említett atlétikára is. Ha előre tekintünk úszásra, ugyanezekre lehet számítani? Én úgy gondolom, hogy igen, a már most folyó versenyekben is a röplabdások, talán mondhatom, hogy elismerésre méltó eredményeket értek el, hiszen Békés Csabán a vasvári 4. helyezést ért el, de erről majd a szakosztályt kell megkérdezni, ők bővebb információval tudnak szolgálni, de úgy gondolom, hogy azok a sportágak, amelyek eddig úgymond sikerterületei voltak a megyei diáksportnak, azok a jövőben is fogják hozni ezeket az eredményeket. Az eredményekhez nem csak diákok, diáksportolók, gyerekek kellenek, hanem edzők, testnevelők, pedagógusok. Ezen a területen hogy állunk, mennyire elhivatottak a megyebeli pedagógusok, testnevelő tanárok? Eddigi tapasztalataim alapján azt tudom mondani, hogy maximálisan elhivatottak a pedagógus kollégák a tekintetben, hogy a gyerekek részt vegyenek és jó eredménnyel vegyenek részt a versenyeken. Mind a szakmai munka megfelelő, mindaz az emberi és pedagógusi hozzáállás, támogatás, amit ők nyújtanak napról napra ezeknek a diákoknak, versenyzőknek, az elismerésre méltó. Az elmúlt években a megyében minden évben elismerték azoknak a testnevelőknek a munkáját, akik a legtöbbet tették a diáksportért az adott tanévben. Folytatódik ez a hagyomány? Én mindenféleképpen törekszem arra, hogy ez a hagyomány folytatódjon. Évvégente szokott sor kerülni ezeknek az elismeréseknek az átadására. Készülünk rá, hogy ez idén is így legyen. Győzelemmel zárta az alapszakaszt a Nyíkcseszeg Fűbútor. A nyíregyházi kosarasok a pénzügyőr otthonában nyertek 78-67-re. Savage Brian együttese a folytatásban a Bonyháddal vív két győztes meccsig tartó párharcot. A végig tudtam és idegen mutatni valami minőség. Azért nagyon boldog vagyok, büszke vagyok a csapat is, hogy reagált ez a meccs. Látszik, hogy ez a új játékos, aki jött, új amerikai igazolás, adta a csapat valami, amit eddig egész szezon hiányzott. Nem is ennyire látszik benne a statisztikát, csak én, mint a edző, én tudom, hogy van sok valami, amit nem is statisztikában bent van. És ő adta most egy erő, egy stabilizás, egy több poszt tud játszani, így, hogy látszik, hogy teljesen más van a csapat, mikor most ő játszik. És ezt szeretném is mondani, hogy mi játszottunk négy játékos nélkül, mert betegség és sérülét miatt, és
amit jó volt, egész meccs tudtunk tartani, ez a meccs terv, amit én csináltam előtt, és volt hullamok is, csak szépen reagáltunk, visszajöttünk, és igazi csapat munka, csapat győzelem volt. 6 győzelemmel és 16 vereséggel zárt a csapat az alapszakaszt, lehetett volna jobb a mérleg? Mi eddig előtt, szezon előtt nem tudtuk milyen, én nem tudtam, mennyi erős ez a korosztály, sosem nem játszottam, nem ismerem a csapatok. Gondoltam, hogy ez a játékosok, aki NB2-ben játszott, tudtak játszani ez. Így csináltam a terv. Szerintem jó augusztus óta, jó edzettünk is, és minden. Csak most már látom, hogy ez a csapat, amit hiányzik, csak egy pici rész, egy vagy kettő játékos, ami picit jobb minőség van, mint mostani játékos, és akkor ő tudtak adni valami plusz minőség, és nem volt vezér, főember, és akkor ez a játékosok tudok csak bekapcsolni jobban, és ez hiányzott ez a szezon, most már látom, tudod, mi eddig nem ismertünk ennyire ez a liga és másik csapat, hogy mennyi erős vannak. Most volt pár meccs, amit lehet nyerni is, csak nagy hullámok voltak, és végig rövid voltunk, így, hogy csak egy pici rész hiányzott eddig. Most jönnek talán a legfontosabb meccsek, ugye 4 csapat került alulra, a nyíregyháziakon kívül a Bonyhád, a Dávid Kornél Akadémia és a Kecskemét 23-as csapata. Bonyháddal játszottak oda-vissza 2 győzelemig tartó párharcot első körben. Ha ez a párharc megvan, akkor megvan a bennmaradás is. Most ez a terv, most már egy idő van, hogy aki beteg volt, aki sérült, hogy jönnek vissza, lesz idő is, hogy jó edzünk. Én próbálom csinálni egy jó terv, készülünk a csapat, ez a legfontosabb meccsek a szezon, és szerintem ez a Bonyhád ellen, ez fiatal csapat, lehet, már játszottunk 2-szer, otthon nyertünk 20 pont, ott pedig volt kezembe, volt a győzelem, utána mi ez a hullámok, amit mondtam, pont utolsó pillanat volt ez a rossz hullám, amit végig kikaptunk, nem tudom, 5-7 pont, pedig kezem volt a győzelem, és hogy Bonyhád teljesen fekszik ez a mi csapat, és hogy van esélye, hogy nyerünk ez a két győzelem verseny. Asztali tenisztermet adtak át Apagyon. A szabadidős sportos szolgáló létesítményben 2 asztalon üthetik a labdát az amatőr pingpongozók. Évtizedes történet és egy olyan emberhez köthető, akire mai nap emlékszünk. Mai napig kezdeti nehézség ellenére NB1-es csapata van a településnek, ami egy ilyen kis település életében egy óriási dolog, hiszen a megyét egyedül képviseljük ebben az osztályban, de hasonló nagyságrendű település úgy gondolom, hogy országos szinten sincs. Ez egy nagyon jó közösséget teremtett évtizedek alatt. Mai napig vannak csapataink alsóbb osztályban is, úgyhogy mindenféleképpen egy közösségépítő dolog lett belőle. Kézenfekvő, ha egy gyerek mondjuk iskolába megy, akkor rögtön egy pingpongütőt is vesz a kezébe? Nagyon szeretnénk, sajnos egyre nehezebb a gyerekeket a sportra rávenni, ezt tapasztalata az asztalitézre is, de azon vagyunk, hogy történjen meg az utánpótlás nevelés is, és ezek a most játszó játékosaink nagy többsége 90%-ban apagyiak képviselik a NB1-es szintet is, ezek példaképek legyenek. Az asztali teniszen kívül milyen a sportélet a települése? A településnek van a megye-2-es futballcsapata, de az utánpótlás nevelésben is ugyanúgy közreműködünk a Mozsik program keretében, és ezen kívül a tömegsport rendezvényeink azok is kimagasló számban vannak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egészséges nagyságrendben jelen van a településen a sportélet. Egy ekkora településen a sporthoz szükség van az önkormányzat támogatására, a egyéb támogatók mellett infrastruktúrális fejlesztésekben, a utazások biztosításában hozzá tudja tenni az önkormányzat azt a szükséges forrást, amire szükség van? Nyilván elhivatottak vagyunk ebbe a dologban, igyekszünk a lehetőséghez képen hozzátenni. Azt tudom mondani, hogy a szponzorok támogatásán kívül egy olyan 60-70%-ban az önkormányzat állja ezeket a költségeket, a költségvetésben tudunk rá forrást találni, hogyha egyenlőre biztosította a zavartalan működésük. Honnan jött az ötlet, hogy egyáltalán
elkészült egy két asztalt tartalmazó pingpongterem. Annak idején volt ez a Covid-járvány, és nekünk nagyon hiányzott a mozgás, és akkor úgy döntöttünk itt a haverokkal, hogy építünk egy ilyen külön termet magunknak, ahol nem versenyszerűen, csak így baráti szinten, hobbi szinten tudunk pippongozni esténként. És elég jó kis baráti társaság alakult meg, tehát az ország majdnem minden sok részéről járnak ide hozzánk így, de csak ilyen baráti alapon, nem versenyszerűen, a mi egészségünk érdekében járunk ide pippongozni. Milyen forrásból valósult ez, meg kik dobták össze a beruházáshoz szükséges összeget? Hát ezt csak a barátok dobták össze, ebben semmi ilyen állami támogatás nincs, ezt mi önerőből csináltuk meg. Milyen üzenete van annak, hogy egy ilyen településen, a sport kapcsán egy ilyen beruházás létesült? Azt gondolom, hogy a közösség építés. Szoktam úgy mondani, hogy építhetünk mi bármilyen nagy beruházást, hogyha azt nem tudjuk megtölteni élettel, akkor mellé lőttünk, és utána a télén ki fogjuk kapcsolni, mert sok a gázszámla. Itt viszont pontosan fordítva történt, egy baráti társaság egy nagyon jó sportterm emlékére úgy döntöttek, hogy összefognak, és a saját maguk szórakoztatására, a saját maguk pénzükből csináltak egy termet, ahol szórakozhatnak. Azt gondolom, hogy ez az üzenet értéke, hogy nem mindig azt kell mondani, hogy erre nincs pénz, arra nincs pénz, hanem össze kell fogni kisebb beruházásokkal, kis léptékbe kell, mert közösséget építeni így lehet. Én nagyon hiányolom, megmondom őszintén, a falvakból a kocsmai hangulatot. Van, amikor én feljártam kuglizni fiatalkoromban, elkísértem apámat, vagy éppen egy Ferbi partira leértünk 5 forintos alapon. Ezek hiányolnak, ezek azok a közösségi élmények, amit ezek a kis települések még tudnak adni. Hál' Istennek vannak olyan emberek, van olyan polgármester, aki pingpongozik is itt Tapagyon, és van olyan baráti társaság, aki viszont mögé áll és megcsinálják. Ez az üzenet értéke, azt mondom, a legnagyobb. Szombaton 30. alkalommal futhatnak Nyíregyházán a Nyuszival azok, akik egy kis időt szánnak a sportolásra. A Tiszavasvári úti atlétikai centrumban 10 órára várják a résztvevőket. A programokon változtatni már hosszú évek óta nem változtatunk, hiszen ez nagyon jó bevált program alakult ki. Egy kellemes nagyszombati délelőttöt szeretnénk biztosítani a résztvevőknek, felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt, és a programok természetesen inkább a gyerekekről szólnak, hiszen a programban elsőként az óvodásokat fogjuk elindítani egy 400 méteres körre, aztán az alsó tagozatosok fognak futni 400 métert, majd a felső tagozatosok, és van az igazi slusszpoén, hiszen az utolsó programunk az a családi futás, a családi futásban pedig kézen fogva kell egy felnőttnek és egy gyereknek át elszakítani a képzeletbeli célszalagot. És nagyon sok betétprogramunk van, hiszen itt lesz az ország egyik legnagyobb ugrálóvára, ami tavaly is itt volt, és új helyszínen az atlétikai centrumba kerül megrendezésre a nyuszi futás. Minden egyes versenyszám után eldurran a cukorágyú, és természetesen itt lesz a Tapsi Express, a sétálóvonat, és ezen is minden alkalommal részt vehetnek azok, akik egy-egy távot teljesítenek. Minden gyereket megajándékozunk, és minden felnőtt mellette még tombolát is kap, tehát a gyerekek is tombolát kapnak. Az esemény végén fél egy óra magasságába viszont egy hatalmas nagy tombola sorsolás lesz, ahol több mint 100 tombolát fogunk kisorsolni. Nagyon sok ajándékunk van, én bízom benne, hogy nagyon sokan ajándékokkal fognak hazatérni. Alapból ez egy kültéri rendezvény, de tavaly már az időjárás miatt be kellett vinni az atlétikai centrumba, adott a helyszín, most mi a terv? Igen, most is úgy tűnik, hogy az időjárás előrejelzés azt mutatja, hogy inkább bent fogjuk megrendezni az eseményt, de ha hirtelen nagyot változna az időjárás, két féleképpen készülünk, mind a két helyszínre meg lesznek építve a színpad is és a megfelelő kiszolgáló részek. Természetesen a Tapsi Express az csak kint a nagypályán fog működni. Azt nem említettem, hogy Ancsi Bohóc végig itt lesz, ő nyuszi jelmezbe fog most érkezni, és ő köti folyamatosan, szakadatlanul a lufikat. Ezt nagyon szerették a gyerekek tavaly is, és fantasztikusok lufit kötött, és vették körbe egész nap.
mennyi részvevőre számítanak? Tavaly közel 1000 fő volt, én bízom benne, hogy 1200 fő mindenféleképpen fog érkezni hozzánk, legalábbis a előrejelzések ezt mutatják. Minden óvodában ott vagyunk a hírekkel, minden iskolában ott vagyunk, és még érdekesség, hogy például Gáva Vencserről egy fél óvodás csoport is ide fog érkezni, és más helyszínekről is, nem csak Kiregyházáról jönnek hozzánk. Éppen ezért ez a létszám, bízom benne, hogy most egy kicsit több lesz, mint tavaly, de mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, 10 órakor kezdődik a rendezvény polgármesteri köszöntővel, aztán 10 óra 10 perckor egy laza kört, egy ilyen bemelegítő kört fog a nyuszival együtt megtenni mindenki, aztán következnek majd a megfelelő távok, először az óvodások 400 méterre, majd az alsó tagozatosok, felső tagozatosok, és zárásképpen pedig a családi futásra kerül sor. Lesz majd egy meglepetés programunk is, de ezt nem árulom el, ez a tombola sorsolás előtt kerül majd megrendezésre. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.